És maradjunk is a zenénél, az én egyik szívem csücskénél, de ezzel azt mondom, hogy nem vagyok egyedül, hiszen itt van már velem Nyári Károly, Prima Primissima díjas magyar jazzzongorista, énekes, dalszerző, előadó művész. Jó napot kívánok, köszönöm napot szépen, kívánok, hogy itt van velem. Nagyon örülök, és köszöntöm én is a nézőket. Nagyszerű. Hát ugye lesz egy My Way Sinatra koncert, kezdjük ezzel jidis dallamokkal. Ugye ez egy nagyon-nagyon különleges kombináció. Egy picit beszéljünk először Frank Sinatráról, hiszen önhöz nagyon közel áll, és itt majd van egy doboz, aminek szintén lesz majd kapcsolódás a Frank Sinatrához. Hát el kell mondanom mindenféleképpen ezt megelőzőleg, mielőtt elkezdem egy kicsit a Frank Sinatrával kapcsolatomhoz, hogy már gyerekkoromban megérintett Frank Sinatrának a zenéjésége, a dalai, a hangja. Édesapámtól kaptam egy lemezt, amit természetesen rojtosra hallgattam, és álmomban se gondoltam volna, hogy valaha egyszer majd én is Sinatra koncertet fogok adni a közönségnek. És telt múlt az idő, és én kikerültem Hollandiába, nagyon sok időt töltöttem, öttől közel 14 évet, és ez alatt a 14 év alatt abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy együtt játszhattam Frank Sinatrával, együtt léphettünk fel, és a fellépés követően én megkaptam az ő mikrofonját, amit most el is hoztam. És hát ezt én nagyon szeretném megnézni, és szerintem ő és ezt nagyon féltve őrzöm, és ugye beszéltünk itt az előzőekben, hogy a nagy koncertekre se szoktam nagyon elvinni, de most persze önökkel egy kivételt tettem, és elhoztam ezt a mikrofont, és szeretném megmutatni a nézőknek is, és önöknek is. Ezben a mikrofonban énekelt tulajdonképpen Amsterdamba Sinatra, és én kísértem zongorán, és a My Way-t énekelt, és a New York New Yorkot, és a koncertet követően azt mondta nekem, hogy nekem adja ezt a mikrofont, és azt mondta, hogy hozzon szerencsét nekem, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mikrofon nagyon nagy szerencsét hozott nekem, és hát amikor visszatértem Magyarországra hosszas külföldi tartózkodásom után, akkor 2009-ben a MÜPÁ-ban csináltam egy nagy Sinatra koncertet, My Way Sinatra koncert címmel, és nagyon nagy sikere volt a koncertnek, úgyhogy az egy dupla teltházas koncert volt, és azóta is többször mutattuk be természetesen a My Way Sinatra koncertet. Nagyon közel állnak hozzám a dalok természetesen, annál is inkább, hogy én együtt játszottam egy ekkora legendával, hát ez egy hihetetlen nagy élmény és inspiráció volt számomra, és azóta is megmaradtak ezek a Sinatra dalok, úgyhogy mindig a koncerten belül, a saját koncerteken is beépítem az ő dalait. Na de akkor térjünk vissza erre az augusztus 27-i fél 8 órai kezdettel kezdődő különleges koncertre, ahol a My Way koncert elemén belül gyakorlatilag jidis dallamokkal fogja ön egy picit feldobni, még színesebbé tenni ezt a koncertet. Mi ez a jidis dallam, vonal ez honnan jött? Igen, hát 8. alkalommal rendezik meg a Zsinagógák hete sorozatot, amelynek a nyitó programja vagyunk mi, ahogy tetszett említeni most vasárnap, 7:30-kor, és hát fantasztikus színes a program. Ugye egyrészt van egy a gerincét magát a koncertnek, a Sinatra dalok alkotják, ezen belül ugye mondhatok egy-két címet, a My Way, a New York, Fly Me to the Moon, rengeteg olyan dal, ami ismert Sinatra dal, de ami az érdekesség a koncertnek, hogy természetesen most fűszerezzük egy kis jidis dallamokkal, és ott lesz velünk a My Jidise Mama, vagy a Havana Gila, de említhetnék nagyon sok olyan jidis dallamot, ami nagyon közel áll hozzám, mert én úgy gondolom, hogy a magyar zenéhez nagyon-nagyon közel állnak a jidis dallamok, és én gyerekkorom óta nagyon sokat hallgattam a jidis dalokat, sőt, mi több Hollandiában is rengeteg olyan helyen játszottam, ahol alkalmam nyílt olyan emberekkel együtt játszani, olyan művészekkel fellépni, akik ezt a műfajt nagyon jól művelik, úgyhogy ebből is adunk most egy
ízelítőt, és természetesen egy nagy zenekarral, egy 35 tagú zenekar lesz most, a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar, ami tulajdonképpen a saját alapítású zenekaromnak a vonósai, és ott lesznek velünk a Budapest Jazz Orchestra kiváló zenészei, úgyhogy ezekkel a zenészekkel alkotunk majd egy olyan koncertet szerintem, hogy fantasztikus élménnyel fog hazamenni a közönség. Egyetlen egy percünk sincs már szinte, csak egy rövid választ szeretnék kérni. Ez a mikrofon lesz az ön kezében? El fogom vinni ezt a mikrofont, és természetesen a My Way-t és a New York, New Yorkot ebben a mikrofonban fogom énekelni. Úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk vasárnap este 7:30-kor a Ramárt Színházba, és el kell még mondanom, hogy talán korlátozott számban még kaphatók a jegyek, online, a jegymesteren, és természetesen a helyszínen is kaphatóak lesznek a jegyek. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és jöjjenek minél többen. Nyári Károly, köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm.